az elmúlt két évtizedben Hajdúszoboszló turizmusa teljes egészében megújult. Hajdúszoboszlón jelenleg a Mátyás király sétány és Szent István park teljes felújítása történt meg. Az ember és a gyógyvíz szoros kapcsolatát próbáltuk megfogalmazni és koncepcióvá gyúrni. Hát a víz az a legfontosabb itt Hajdúszoboszló életében, és ugye dr. Pávai Vajna Ferenc főgeológus volt, aki megtalálta Hajdúszoboszlón ezt a csodálatos kincset, a termálvizet. Itt számunkra egyértelmű volt, hogy ehhez a szimbólumhoz kell nyúlnunk. Ez az, ami igazán egyedivé és specifikusan Hajdúszoboszlóvá tudja tenni ezt a Mátyás király sétányt. Ez a kialakult koncepció, ez a hullámzó patak, amely végigfolyik a Mátyás király sétányon, kialakított 10 darab élménypontot. Debrecen, Hortobágy és a Tiszató is jelképesen megjelenik itt a sétány adta kínálatban. Az is célkitűzésünk volt, hogy új esztétikai élményt is biztosítsunk, hiszen itt gyönyörű művészi alkotások vannak, szobrok vannak elhelyezve. Ennek az új fejlesztésnek is az volt a célkitűzése, hogy az úgynevezett esti korzózásban a vendégek szép új, modern környezetben tudjanak itt időt tölteni, szórakozni. Biztos vagyok benne, hogy a fiataloktól kezdve az idősekig minden korosztály megtalálja majd számára a kedvenc pontját a Mátyás király sétányon. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.